Kedves nézőink, Önök az Eszterházi Krónikát látják, melyben elhozzuk az elmúlt két hét egyetemi történéseit. Már is hozom a részleteket, maradjanak velünk! A Mátrai erőműbe szóló jutalomkiránduláson vehettek részt azok a kisdiákok, akik a tavaszi zöld héten a Szélrégió Bizottság titkársága által meghirdetett rajz, plakát és fotópályázaton kiemelkedően teljesítettek. Zöld hét kapcsán nagyon sok dologról tanultunk, és azt gondoltuk, hogy mennyire hiteles lenne, hogyha egy ilyen környezetben a gyerekek megnézhetnék, hogy amikor arról beszélünk az órán, hogy energiatakarékosság, hogy hogy kerül a vezetékbe az áram, ott a helyszínen meg is nézhetnék, és hála Istennek a Mátrai erőmű nyitott volt erre, és egy egész napos programot, egy szórakoztató programot a gyerekekkel el tudtunk tölteni Visontán. A rendhagyó órák kapcsán ugye nagyon sokat beszélgettetek a gyerekekkel a környezetvédelem fogalmáról. Milyen érzés volt látni, hogy ezeket az ismereteket átadták ott az erőműben? Én azt gondolom, hogy nagyon részletesen és a gyerekeknek megfelelően adták át ezeket az információkat, és sokszor visszacsatoltak azokra, amit már tanultak az iskolában, vagy esetleg a rendhagyó órán. Én azt gondolom, hogy a gyerekekkel célt értünk, megtanulták azt, amit meg kellett, és remélem, a jövőben is lesz erre lehetőség. Volt a kedvenc részed a kirándulás során? Nekem az volt, amikor mentünk a vonaton, és hát igen, megengedték, hogy a sofőrhöz beüljek mellé, és igen, beszélhettem a mikrofonba is, és amikor beértünk a hűtőtoronyba, érdekes volt az a felszálló füst. Amikor bementünk a tárolóba, és kezünkbe foghattuk a gipszet. És amikor a kis vonattal a tornyok között vasutazhattunk. És milyen új dolgokat tanultál a nap kapcsán? Hogy mivel fűtenek, meg hogy készül meg az áram? Hát, hogy az áram hogyan készül, és hogy juthat el például az Xbox-ba, amit ki is emeltek. Teniszmérkőzéssel tesztelték le az új, modern borítást kapott Lányka úti teniszpályát május 31-én. A pálya rekonstrukciója még nem fejeződött be teljesen, hiszen apróbb simítások várnak még a létesítményre, azonban a pályatesztelő kupa után már szabadon látogatható a pálya. Új borítást kapott a Lányka Sportcentrum teniszpályája, amit az egyetem polgárai egy tesztversenyen próbálhattak ki. A pályát dr. Pajtókné dr. Tarillon a rektor is kipróbálta. Beszédében kiemelte, a Lányka úti teniszpályának hosszú évekre visszanyúló története van, hiszen több generációnak is önfeledett játékban lehetett része ezeken a pályákon. Nagy élmény volt, azért itt ezen a pályán évtizedek óta folyik teniszjáték, először még salakos, aztán szőnyeg volt, és most egy olyan műanyagborítású pályát próbálhattunk ki, tesztelhettünk, amely bárhol, bármelyik versenyen, bármelyik teniszvilágversenyen megállná a helyét.
arra törekedtünk, hogy méltó legyen az egyetemünk színvonalához, képzési színvonalához, hiszen itt a sport az kiemelt képzési terület, és szeretnénk arra gyúrni, hogy úgy mond, hogy a teniszt még közkedveltebbé tegyük mind a hallgatók és mind a dolgozók körében. Én évek óta teniszezem, de ezen, ilyen pályán még sohasem játszottam. Jó volt a játék, de szokni kell rajta az ütéseket, és én azt gondolom, hogy kiállta a próbát. Úgyhogy most még utólagos simításokat fogunk végezni rajta, a környezetet még megújítjuk bútorokkal, felszereljük, és aztán jöhet az átadás. Jordán Dániel, a létesítmény üzemeltetője, így fogalmazott a felújítás kezdetéről. A tavalyi év közepén született meg az egyetem részéről az elhatározás, hogy az addig szőnyegborítású pályákat lecseréli és egy modernebb felületre váltja. Ez a modernebb felület nevezetesen a Proflex Elite típusú pályarendszer vagy felület. Annyit kell tudni nagy vonalakban a pályáról, hogy teljesen az alapoktól lett lényegében újraépítve, ugye miután eltávolításra került róla a szőnyegburkolat, egy teljesen új aszfalt burkolatot kapott először, és utána ezt a Proflex rendszert kapta meg, amely több rétegrendben épül fel, és ez egy közepesen rugalmas pályának számít a maga nemében. Egy 4x5 mm gumiréteg van a rétegek között, ez adja a rugalmasságát, és lényegében ez egy terveink szerint hosszan használható, viszonylag gondozásmentes pálya, és reméljük, hogy már a holnapi naptól a tenisz szeretők és az egyetem közössége nagy örömére tudja használni. A megújult teniszpálya rekonstrukciója még nem fejeződött be teljesen, hiszen a pályaválasztó, labdafogó hálók és kerítések felszerelése mellett többek között teraszbútorral és egy korszerű világítórendszerrel is gyarapodik majd a sportcentrum. Szóbeli tételek, írásbeli feladatsor, illetve laborgyakorlat is várt azokra a diákokra, akik részt vettek a 34. Hevesi György Kárpát-medencei kémia verseny döntőjén Egerben, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A megmérettetésre a 7. osztályosok közül 33, a 8. osztályosok közül pedig 37 fő jutott be. Lezajlott a 34. Kárpát-medencei Hevesi György kémia verseny döntője június elején, melynek idén is az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adott otthont. A 7. és 8. osztályos tanulókat az egyetem vezetősége nevében dr. Juhász Tibor, tudományos rektorhelyettes köszöntötte, aki felhívta a diákok figyelmét arra, hogy bár ez egy verseny, a jelenlévők nem ellenfelei egymásnak, sőt a későbbiekben még alakulhat úgy is, hogy együtt fognak dolgozni különböző kutatási projekteken. Dr. Majdi Kornélia, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnök helyettese és a kémia szakosztály elnöke, illetve a Kárpát-medencei Hevesi György kémia verseny Erdélyi versenyszervező bizottságának elnöke is köszöntötte a versenyzőket, kiemelve a versenyeknek nagyon fontos szerepe van a kémia megszerettetésében. Professzor dr. Jedlovszky Pál, az Egyetem Kémiai és Fizikai Intézetének vezetője szintén a szakmai kapcsolatok építésére, illetve a tudományos együttműködés fontosságára hívta fel a diákok figyelmét. A döntőt professzor dr. Horvölgyi Zoltán, a Magyar Természettudományi Társulat kémiai szakosztályának elnöke, illetve a verseny országos felelőse nyitotta meg. Háromféle verseny típusban mérik össze a gyerekek a tudásukat. A legerősebb, a legintenzívebb az a számítási feladatok. Az egy nagyon hosszú ideig is tart, nehéz számítási feladatok vannak. Az szokott differenciálni az emberek között, különbséget tenni. Azután van egy nagyon fontos része a versenynek, a laborgyakorlat, a mérések, laboratóriumban a gyerekek megkapnak egy feladatot, átgondolják, hogy mit kérnek tőlük, milyen eszközrendszerük van, és kísérleteznek, és megfigyelnek, és értékelnek. A harmadik pedig szintén egy fontos dolog, szóbeli része is van, ott bizony nagyon összpontosítani kell a gyerekeknek. Én magam nehéz helyzetben lennék, hogy 5 perc alatt el kell mondani egy témakörről mindent, amit fontosnak és értékesnek tart, és úgy, hogy legyen eleje meg vége.
Ezek várnak a gyerekekre holnap, tehát három különböző versenytípusban indulnak, és reggeltől estig. Tehát nagyon, nagyon, hogy mondjam, gyönyörű ez számukra, de megterhelő. A verseny megnyitóját követően a diákoknak és tanáraiknak professzor dr. Szántai Csaba tartott egy előadást, Mifán terem a gyógyszeripari kutató címmel, melyben a kutatások nehézségeire, a kudarcok és az elhivatottság fontosságára hívta fel a figyelmet. Ez egy kémia verseny, és mi a kémiából élünk a Richterben, és hadd legyek büszke erre, és hadd mondjam azt, hogy a Richterben nemzetközi szinten is egészen első osztályú kémikusok, illetve tudósok dolgoznak, és egész egyszerűen arról van szó, hogy a túlélésünk múlik azon, hogy már az általános iskolában, illetve a középiskolában rá tudjanak fordulni a természettudományokra a fiatalok, és a verseny az nyilván egy ilyen szituáció, ahol megtanulnak nyerni, és megtanulnak kudarcokat is kezelni. Ő milyen előadással készült a diákoknak? Én azzal készültem, hogy mit jelent általában a tehetség fogalma a gyógyszeriparban, meg általában a kutatásban. Készültem egy kis mondandóval arról is, hogy mit is jelent a gyógyszer felfedezése, mert sokan ezt nem értik és nem látják. És én azt gondolom, őszintén a tanárok számára, a diákok számára is fontos, hogy megértsék, hogy miért tanítanak és miért tanulnak, és ehhez látni kell a hosszabb távú jövőt. Ebbe a jövőbe szeretném őket egy kicsit beavatni. Ezt követően a jelenlévők egy kis betekintést nyerhettek a Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpiába is, melyen 2004 óta Magyarország minden évben részt vesz. A versenyen elméleti és gyakorlati tudásukat is megmutathatják a diákok, csak úgy, mint a mostani hétvégén. Igazából gyakorlatilag az volt, hogy amikor a Bolyai Természettudományos Versenyre készültem, akkor így megkérdezett a tanár, aki felkészített kémiából, hogy nem akarok-e erre a versenyre is indulni, és mondom, hát szívesen indulok erre is, mert szeretem a kémiát. És mit szeretsz annyira a kémiában, mi a kedvenced? Hát szeretek kísérletezni, de azt órán nem szoktunk nagyon csinálni, de szeretem azt benne a kémiában, hogy nagyon logikus. És hogyan készültél fel erre a versenyre? Mi volt a folyamata? Hát csomót készültünk, és egy csomó óráról elkért a tanár, hogy akkor is kémiázzunk, és gyakoroltunk az előző évekből a feladatsorokkal, és ezeket így megírtuk, hazavittük, és otthon is írtunk, és így készültünk. A megnyitó zárásaként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csillagvizsgáló és tudományos élményközpontjának igazgatója, dr. Murányi Zoltán tartott kísérleti bemutatót a jelenlévőknek. Hamarabb képződnek a kristályok, és utána gyorsabban növekednek ezek a kristályok. Minden héten jártam felkészítőre az évfolyamtársammal együtt, mert mindketten bejutottunk, és még elmentünk laborba, hogy azt is gyakoroljuk, mert lesz laborgyakorlat is a versenyen, úgyhogy azt is, hogy gyakoroljuk az öntést, keverést, meg ezeket. Például titrálást is csináltunk, csak hogy felkészüljünk, és hát igen. Akkor a laborgyakorlatot várod a legjobban, vagy inkább a szóbelit, az írásbelit? Hát a laborgyakorlaton elég izgulok, meg a szóbelitől is főleg, de az írásbelit, azt viszont szerintem, hát azt várom, de amúgy az összeset várom. A versenyzőkre a 34. Kárpát-medencei Hevesi György kémia verseny döntőjén szóbeli tételek, írásbeli feladatsor, illetve egy laborgyakorlat is várt feladatként. Június 8-án 6 együttműködési megállapodás aláírásával kezdődött meg a közös munka az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a határon túli magyar pedagógus szervezetek között. A kétnapos EGRI látogatás során a szervezetek képviselői ellátogattak a Bartók téri gyakorlóiskolába, ahol a gyakorlatban láthatták a komplex alapprogram tanítási, tanulási stratégiáját, illetve felépítését, tartalmi egységeit. Hat külhoni magyar pedagógus szakmai szervezettel kötött együttműködési megállapodásokat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A szakmai megállapodásokat a szervezetek képviselői, az egyetem részéről pedig dr. Pajtókné dr. Tarilona rektor írta alá, kiemelve egy olyan élő szakmai kapcsolatot szeretnének fenntartani, amelyek során a felek komoly szakmai tudással gyarapodnak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vállalta azt, hogy a pedagógus képzésben
elért eredményeit megosztja a határon túli magyar pedagógusokkal. Gondolok itt a komplex alapprogramra, amely az egyetemnek egy elmúlt években történő nagy ívű fejlesztése a köznevelésben. Ezt a tudást örömmel adjuk át a határon túli magyar pedagógusoknak, legyenek akár Romániában, Délvidéken, vagy éppen Ausztriában, hiszen egy olyan fejlesztést hajtottunk végre, amely jövőbe mutató és egy élmény alapú oktatást jelent mind a tanár, mind a diák számára. A jövőben az együttműködés egyik fontos pontja lesz, hogy az egyetem lehetőséget biztosítson a határon túli köznevelési intézmények számára az élmény alapú tanulás segítő, komplex alapprogramba történő bekapcsolódására, illetve a programhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások igénybevételére. A mai napot vesszük például, itt nem csak egyszerűen az együttműködési megállapodás aláírására kerül sor, hanem a vendéglátóink és szakmai program kíséretében szerveztek nekünk az elkövetkezendő másfél napra programot, így megismerkedhetünk azzal a komplex alapprogrammal, amelyet úgy látunk, úgy érzékelünk, hogy az anyaországi iskolák körében egyre népszerűbbé válik, egyre többen használják, és hát ennek a lehetőségeit, ennek a kiterjesztésének, a fejlesztés meghonosításának, otthon például nálunk Erdélyben való meghonosításának a lehetőségét is vizsgáljuk, és majd meglátjuk, hogy milyen eredménnyel járnak. A kétnapos EGRI látogatás során a vendégek ellátogattak a Bartók téri gyakorló iskolába, ahol a gyakorlatban láthatták a program tanítási-tanulási stratégiáját, illetve felépítését, tartalmi egységeit. Nagyon pozitív visszajelzések voltak, csoportban dolgoztak a gyerekek először, utána egyéni munkát végeztek, és pont ez a lényege a komplex alapprogramnak, hogy lássák azt, hogy hogyan tudják egyénileg foglalkoztatni a tanulókat, kiindulva a csoportmunkából, amit korábban közösen csináltak. A két nap során lehetőség nyílt az egyetem pedagógus továbbképzési és felnőtt képzési programjainak megismerésére is. A 94. ünnepi könyvhét országos programsorozatához kapcsolódva mutatták be Frenyó Krisztina Kávés percek című kötetét a Tittápál könyvtárban június 8-án. A költőnő verseit először az Online Feeling című magazinba írta napi rendszerességgel, majd olvasói biztatására adta ki végül a válogatott verseit a Kávés percek című verses kötetben. Nagymamám költőnő volt és magyar latin szakos tanár, ezért ugye... Az élet attól lesz szép, hogy szépnek látjuk, az én életem pedig gyönyörű, mert annak látom. Ez a gondolat áll Frenyó Krisztina Kávés percek című kötetének fülszövegében, melyet a 94. ünnepi könyvhéthez kapcsolódva mutattak be Egerben a Tittápál könyvtárban. A költőnő verseit először az Online Feeling című magazinba írta napi rendszerességgel, később olvasói biztatására úgy döntött, hogy kiadja válogatott költeményeit nyomtatott könyvformájában. Apai nagymamám, ő költőnő volt és pedagógus, és az ő inspirációjára született ez a könyv, valamint a versek is, hiszen már nagyon régóta írom a verseket. Nagymamám ugyan már az égben lakozik, de az ő tiszteletére szerettem volna ezzel, vagy az ő emlékére tisztelegnék ezzel a kötettel, és hát remélem, hogy lesz még több is majd. A kötet bemutató itt a Tittápál könyvtárban lesz, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Miért pont ezt a helyszínt választotta a bemutatóra? Nemrég volt a Kastély Hotelben Szilvás Váradonai Kávé és Percek könyv bemutatóm, és visszafelé Egerben szálltam meg, és ahogy megláttam ezt az épületet, olyan érzésem volt, hogy nekem be kell ide jönnöm, és bejöttem a könyvtárba, itt hagytam egy könyvemet az igazgatóasszonynak, és utána nem sokkal később megkerestek, és meghívtak erre a csodálatosan szép ünnepi könyvhétről, aminek én nagyon örülök. A Tittápál könyvtár kávéházi hangulatot varázsolva várta a költőnőt EGRI bemutatójára. Minden évben nagyon sokat gondolkodunk azon, hogy milyen programmal tudjuk színesíteni, ugye az országos programkínálathoz csatlakozva az ünnepi könyvhét eseményeit, és ez egyfajta csoda, ami most történt velünk, hiszen a költőnő egy picit véletlenül nyitott be a Líceum varázslatos kapuján, és hozzánk vezetett az első útja. És elragadta gyakorlatilag a könyvtár hangulata, illetve azt gondolom, hogy a kollégáimnak a kedvessége és az a nyitottsága, amivel mi fogadjuk a vendégeinket érkezőnő bárhonnan
is. Amikor pedig elmondta, hogy költő és hogy milyen csodaszép verseket tár a közönsége elé, beleolvastunk a kötetbe, és azt gondoltuk, hogy ennek a kötetbemutatónak itt van a helye. Ő ezt nagy örömmel fogadta, hiszen volt már több helyen kötetbemutató, de ilyen környezetben még nem. És azt gondoltuk, hogy azzal a hangulattal, ami egyébként az adventi koncertjeinkén is meg szokott jelenni, hogy egy picit ilyen klub hangulatot varázsolunk ide a könyvtárba, ez méltó környezetet teremt majd ennek a verses kötetnek a bemutatójához. A Tittel Pál könyvtár elkötelezettje a kultúra közvetítés irányába. Így nem csak helyszínt és szervezőerőt biztosítottak a bemutató számára, hanem a könyvtár dolgozói is felolvastak Frenyó Krisztina verseiből. A 94. ünnepi könyvhét alkalmából június 9-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum épületében működő Tittel Pál könyvtár, Líceum kiadó, illetve a Főegyházmegyei könyvtár is kitelepült az Eszterházy térre, hogy átadhassa az érdeklődőknek az olvasás szeretetét. Idézetekkel, könyvjelzőkkel, játékokkal, illetve új kiadványokkal is várta az érdeklődőket június 9-én a 94. ünnepi könyvhét alkalmából az Eszterházy térre kitelepült Tittel Pál könyvtár, Líceum kiadó és Főegyházmegyei könyvtár. A kitelepülés célja a kultúra erősítése, közvetítése, illetve az olvasás szeretetének átadása volt. Azt gondolom, hogy önmagában az, hogy nyilvános könyvtárként működünk, az még mindig nem elég meggyőző az emberek számára, hogy hozzánk be lehet jönni, és számtalan szolgáltatásunkat igénybe lehet venni. Az, hogy kijövünk egy kicsit az emberek közé, a térre, vagy például a gólyatáborban megjelenünk a hallgatók között, az nagyon sokat segít annak az elfogadásában, hogy mi valóban ugyanolyan emberek vagyunk, és ugyanolyan szeretettel fordulunk feléjük, mint bármilyen más szolgáltatás, amit szeretnének igénybe venni. Úgyhogy nagyon fontos számunkra az emberi közelség, ezek a kapcsolatok. Itt egy nagyon közvetlen beszélgetésbe tudunk belefeledkezni az érdeklődőkkel, és láthatják azt, hogy valóban testközelből megismerhetnek minket, és hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Az ünnepi könyvhét alkalmából a Tittel Pál könyvtár standjánál Frenyó Krisztina dedikálta Kávés percek című verses kötetét, melyet egy nappal korábban a Tittel Pál könyvtárban mutattak be. Kétnapos szőlészeti-borászati konferenciát szervez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Pannon Borművész C. június 16-a és 17-e között a Líceumba. A 21. alkalommal tartott esemény idén megújult formában Eger Wine Meetup néven várja a nemzetközi szinten is elismert szaktekintélyeket, szőlészeti-borászati kutatókat, kiváló bortermelőket és marketing szakembereket. Június 16-án és 17-én rendezik meg az Eger Wine Meetup szakmai konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Pannon Borművész C. rendezésében, melynek a Líceum épülete ad majd otthont. Az eseményről szóló sajtótájékoztatón dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektor helyettese kiemelte, a tapasztalt borászok, birtokvezetők, nemzetközi szaktekintélyek előadásai mellett a hangsúly a találkozásokon, a közösségi élményen van. A cél amellett, hogy közelebb hozzák a szőlészborász szakemberekhez a legújabb kutatási eredményeket, a fiatalabb szakmai generáció elérése, illetve az ismeretterjesztés és tudásmegosztás azokon a területeken, melyek megjelennek a két nap alatt. Beszélünk majd a birtoképítésről, ami egy nagyon, nagyon fontos gyakorlati kérdés, és elsősorban a jó gyakorlatoknak a megosztására vonatkozik. Itt jelentős magyar, illetve nemzetközi borászatoknak az ezzel kapcsolatos stratégiáit, történetét fogjuk tudni meghallgatni. Nagyon fontos másik területünk a fenntarthatóságnak a kérdésköre. Erről nagyon sokat beszélünk, nagyon sok dolog hangzik el ma a világban arról, hogy hogyan lehet valami fenntartható. Természetesen ezeket a szempontokat célszerű, hogyha megvizsgáljuk a szőlőbor ágazat tekintetében is. Ehhez szorosan kapcsolódik a klímaváltozás, ami egy olyan tényező, ami szembe jön, úgymond berúgja az ajtót, és bár a mérsékelt övben helyezkedünk el, vagy talán arról beszélhettünk eddig, hogy a szőlőtermesztés, illetve az volt a hivatalos narratíva, hogy Magyarország a szőlőtermesztés északi határán helyezkedik el, de amikor az Egyesült Királyságból, vagy pedig
Lengyelországból kapunk ajándékborokat, akkor azzal is szembesülnünk kell, hogy ez már nem így van. Változik a környezet, változik az éghajlat. Az ezzel kapcsolatos szélsőségek is megjelennek majd. Fel kell ezekre készülnünk a szőlőtermesztésben és a borászatban egyaránt. Ehhez kapcsolódó negyedik területünk talán a terroir, ami egy nagyon fontos területként jelenik meg mindig egy borászat életében, hogyan lehet a szőlőtermő területnek a különlegességét átadni és bemutatni az adott bort fogyasztónak. Szerencsére a Kárpát-medencében gyönyörű borvidékekkel és területekkel rendelkezünk, amelyeknek mindegyike különleges. Egertől egészen Sopronig, vagy itt említhetnénk erdélyi, délvidéki, felvidéki területeket is természetesen. Nagyon fontos az, hogy ne csak tapasztalati tudásunk legyen ebben a tekintetben, hanem egy kicsit mögé lássunk annak, hogy milyen módon alakulnak ki azok az ízek, aromák, és főleg, hogy segítsük a borászokat abban, hogy elérjék azt az elképzelésüket, ami egy adott területnek a borban való megjelenésére koncentrál. A konferencia szakmai programjáról a Pannon Bormivesz C elnöke dr. Lőrinc György borász tájékoztatta a sajtóképviselőit. Elhangzott, a konferencián a szőlőborágazat legfontosabb jövőbeli kérdéseit vitatják majd meg az előadók, hiszen ezen a területen is fontos az innováció, az új és jó gyakorlatok átadása, a lehetőség a tanulásra, a fejlődésre. A két nap alatt több kerekasztal beszélgetés, nemzetközi előadás, illetve mesterkurzus is várja a résztvevőket. Nagyon izgalmas lesz, Franciaországba két előadónk is érkezik, termőhelyjel és a termőhelyen való sajátos szőlőbortermési felfogásokkal, borkifejezésekkel foglalkozunk. Olaszországból jön egy professzor, aki gyakorlatilag így most a kihívás, a klímaváltozások tekintetében, vajon hogyan reagáljunk a szőlőbortermelésben, jó gyakorlatokkal fog majd bennünket segíteni. Spanyolországból lesz a legújabb technológiákat bemutató növényvédelem és szőlő ápolással kapcsolatos információink, és hát megismerhetünk egy német birtokot is, egy nagyon jegyzett német organikus birtokot, aki fenntartható gazdálkodás folytat, drágán adja el borait, nyilván van egy sajátos szemlélete, és most már több generációs, tehát hogy azok az ismeretek, tudások, amik náluk vannak, azok hogyan tudják segíteni a mi munkánkat, és mit tudunk ebből hasznosítani. És persze szerintem kihagyhatatlanul fontosak azok a megrendítő nagy magyar teljesítmények, akiknek a gondolataival tudunk találkozni. Ha csak néhány kiemeljük, például Gere Attila, aki itt lesz, vagy Szepsi István, Jászdi István, Heyman Zoltán, Zadravecz Zsolt, és sorolhatnám még, akik személyesen is a Pannon Bormivesz C tagjaiként, illetve Magyarország elismert bortermelőként is itt lesznek, és lehet velük találkozni, beszélgetni. Nyilván ők is tanulnak, de félre ne értsük, mindannyian tanulunk egymástól, és mindannyian tudunk új impulzusokat kapni. Tehát ennek az eseménynek ez a lényege, pontosan azért, hogy a jövőt azt igazából tudjuk építeni, a jelent pedig meg tudjuk élni a gazdaságosan előtt. A sajtótájékoztatón elhangzott az Eger Wine Meetupon a magyar bormarketing változásairól, az elkészült nemzeti bormarketing stratégiai operatív elindításáról tart majd előadást Rókusfalvi Pál kormánybiztos. Megújította együttműködési megállapodását az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Eperjesi Egyetem. A két intézmény évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápol, a mostani szerződés kiszélesíti a közös munka lehetőségeit. A történelemtudomány területén már 3 évtizede együttműködik egymással az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Eperjesi Egyetem. Az elmúlt esztendőkben egyre inkább kiszélesedett a kapcsolat. Legutóbb 10 esztendeje írt alá megállapodást a két intézmény. A most megkötött szerződés azonban nem pusztán megerősíti a korábbit, új lendületet is kap a közös munka. Lehetőség nyílik arra, hogy a felek kölcsönösen gazdagítsák az együttműködést.
Minden ilyen alkalom, amikor megújítunk egy szerződést, az egyfajta visszatekintés és előretekintés is egyben, és megnézzük azt, hogy mit lehet még jobban működtetni, hallgatói cserét, oktatói cserét tervezünk a jövőben, ezekre jobban odafigyelünk majd, különösen a pedagógus képzés területén tudjuk majd ezt elképzelni, illetve a doktori iskolában való kölcsönös részvételt. Rendkívül fontos, hogy minden ilyen szerződést tartalommal töltsenek meg az intézmények, élő legyen az együttműködés, emelte ki az Eperjesi Egyetem rektora. Hozzátéve, az elmúlt években számos területen alakítottak ki kiváló kapcsolatot az EGRI kollégákkal. Publikáljuk a tanulmányainkat az intézményi folyóiratokban, rendezünk a közös konferenciákat, illetve minden konferenciára, Eperjesre jönnek az EGRI kollégák szép számban, ugyanúgy mi igyekszünk mindig jönni, vagy küldeni az embereinket ide EGRI-be. Dr. Kónya Péter kiemelte, egy-egy ilyen esemény mindig ünnepi alkalom, amikor a napi rendkívül hasznos informális együttműködést megerősítik, és lehetőséget teremtenek arra, hogy megvizsgálják oktatási, kutatási, valamint nemzetközi projektekben, tudományos és kulturális területen, miként hasznosíthatják közösen egymás tudását, tapasztalatát. Több mint 40 végzős hallgató munkája tekinthető meg a Kepes Intézetben június 14-től. A diploma 23 nevet viselő tállat a Média és Design Intézet gondozásában készült applikációkat, társasjátékokat, installációkat és animációkat sorakoztatja fel. Újra gondolt mesekönyvek, látványos társasjátékok, hasznos applikációk és egyedi videójátékok. Mindezt a Média és Design Intézet végzős hallgatói alkották meg és hozták létre egyetemi tanulmányaik lezárásaként, melyek egytől egyig a nagy közönség számára is megtekinthetőek a Kepes Intézetben. Az én diplomamunkám a Neve nincs történetet kapta, egy gyerekkönyvet írtam és illusztráltam. Az alapom a magyar mitológia volt, az volt a kiindulási pont, és az volt a célom, hogy kicsit egy új hangot adjak ennek az egész régi mitológiának, ami kicsit ilyen feledésbe merült már, és egy fiatalabb közönségnek is elérhetővé tegyem, úgyhogy ezért kicsit megszépítettem, kiegészítettem azokat a részeket, amik elvesztek így az idők során, úgyhogy kicsit ilyen szájhagyomány útján így tovább terjedhet ez az egész. És megírtam, úgyhogy ez az én verzióm végül is kicsit fiktív, de a magyar mitológia az alapja. Egy nagyon hosszú kutató munkát végeztem, így a magyar mitológiával kapcsolatban, magyar mitológiáról, és nagyon sok szöveget elolvastam, szakszövegeket, régebbi és újabb feldolgozásokat, és akkor azok alapján állítottam össze az én sztorimat, amit aztán átfogalmaztam a saját nyelvemre, és aztán ahhoz terveztem meg ezeket a kis figurákat, amiket, mint mondjuk a fene, az egy ilyen betegségdémon, a nyílt sebeknek a démona, és ugye ebből jön ez a fene egye megmondásunk, meg ilyesmik, és akkor ezeket megterveztem, ezeket a lényeket, és aztán próbáltam egy összefűzni őket egy könyvbe. Személyesen ismerem ezeket a projekteket. Nagyon-nagyon szeretem mindegyiket, és fú, nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, az összes szaktársamra. Az animációsok is, mindenki befejezte, semmi hiba nincs semmilyen projektben, nagyon-nagyon ügyesek voltak, úgyhogy nem is tudom, hogy csináltuk meg egyébként, hogy lettünk kész időre, de szerintem nagyon színvonalas az egész kiállítás, nagyon-nagyon jó lett. A tárlat megnyitóján dr. Csáfor Hajnalka, a rektor helyettes köszöntötte a résztvevőket, aki úgy fogalmazott, elhivatott és szakmai munka eredménye a most megnyílt tárlat. Szolnoki József, a Média és Design Intézet igazgatója elmondta, összesen 42 BA és mesterszakos végzős hallgató munkája sorakozik fel a Kepes Intézetben. Hozzátette, külön öröm számára, hogy bizonyos projektek a Matematikai és Informatikai Intézet együttműködésével valósultak meg. Tábori Simon Hozi diplomaelnökként vett részt az alkotások értékelésében. Kiemelte, nagy öröm számára, hogy szülővárosában ilyen magas színvonalú oktatás folyik.
Volt már sejtésem egyébként, hogy itt egy jó oktatás folyik, és örültem, hogy meghívtak, totál megtisztelő volt, mint vendégelnök. És nem is csalódtam egyébként, voltak ilyen prekoncepcióim, hogy valószínűleg jó melókat fogok látni, és nem csalódtam. Tehát valóban volt egy-két kimagasló munka. Például kiemelnék tipográfiai munkát, illusztrációs munkát. Tehát azt vettem észre, hogy a média és design intézetből kijött például illusztrátorok nagyon magas színvonalon dolgoznak, és az országos szinten mondom. Tehát, hogy ismerek azért pár művészeti képzést, ottani tanárokat is, voltam is már máshol is ilyen titulusban, mint vendégelnök, és tényleg nagyon jó itt az illusztrációs vonal, és most nagyon tetszett az, hogy voltak például olyan tipográfiai munkák, amik abszolút nem is BA-s, hanem mester szakos színvonalak voltak, úgyhogy nagyon jól sikerültek az installációk, és nagyon jó az, hogy például az oktatók, vagy az intézet nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a diákok tényleg kapjanak megfelelő helyet arra, hogy prezentálhassák a munkáikat és installációkat készítessenek, tehát nem csak printeket látunk, hanem meg lehet fogni a termékeket, a munkákat, a projekteket, meg lehet nézni az applikációkat, websájtokat. Szóval nagyon-nagyon-nagyon izgi kiállítás született szerintem. És hát én azt mondom, hogy aki itt végez és ilyen lehetőséget kap, az tényleg örüljön, nem sok ilyen lesz később. Vagy legalábbis nagyon jól kell a professzionális életben dolgozni ahhoz, hogy ilyen megjelenéseket kaphasson. A tervezőgrafika egyébként egy olyan műfaj, azért azt hozzá kell tenni, hogy nem feltétlenül a kiállításokra készítünk munkákat, hanem ugye megrendelésre. Valamilyen szinten ez egy alkalmazott műfaj, viszont én hiszek abban, és egyébként én mint szervező is részt vettem már párszor, hogy vannak olyan művészi színvonalú tervezőgrafikai munkák, amiket érdemes kiállított térben is megmutatni, mint alkotások, és van is rá igény, hogy ezt az emberek megnézzék. A Média és Design Intézet hallgatóinak munkáját július 5-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Kepes Intézetben. Kedves nézőink, ennyi fér bele a mai Eszterházi krónikába. Két hét múlva ismét jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!